Teljes felszerelésben maszkban ér be a célba ez a tűzoltó a Pécsi TV-torony lépcsőfutó versenyen májusban. Ez a versenyszám szerepelt a Rotterdami Rendvédelmisek világjátékán is, ahol egy pécsi lánglovag ott volt a legjobbak között korcsoportjában. Ez a 19. World Police and Fire Games volt, ez magyarra fordítva ilyen világjátékokat, rendvédelmi olimpiát takar. Ugye, ahogy a nevében is benne van, rendőr tűzoltóknak szólt ez az egész történet. Itt körülbelül 15 ezer versenyző volt, nagyjából 70 országból és 60 versenyszámban. És ebből volt a mi versenyszámunk a lépcsőfutás. Bár a pécsi TV-torony 80 méteres magassága, a 438 lépcsőfokával is embert próbáló kihívás, a hollandiai feladat ennél nagyobb volt, amit Rotterdam egyik toronyházában rendeztek meg. Kint a De Rotterdamnak az épülete volt, ez egy 44 emeletes irodaház, melynek a 40. emeletére kellett felérnünk. Ez nagyjából annyit tesz ki, hogy a TV-toronynak a 2,5-3-szorosa körülbelül. Ebben az épületben rendezték a lépcsőfutás versenyszámot az egyenruhásoknak. Kint is szolgálati ruhában, felszerelésben kellett rajthoz állni. Meg volt adva, hogy ezeknek mennyi plusz súlyt kell nyomniuk, azért, hogy a különböző országokból érkezett versenyzők azonos feltételekkel induljanak. Ez teljes bevetési ruhában voltunk, légző, sisak, ugyanúgy, ahogy adott esetben egy káresethez vonulnánk ki, és olyan 7 percen belül teljesítettem én. Melynek az eredménye az én korosztályomnak a második helyezett, második fokáig jutottam el a dobogon. A 18-30 éves kategóriában versenyzett Windisman Dávid, mintegy 50 versenyző közül végzett a második helyen. Előtte egy német, mögötte egy ekvádori tűzoltó volt még a dobogon. A rendőrök és tűzoltók világjátékára 70 ország 15 ezer versenyzője érkezett. Ők július 22-e és 31-e között 60 sportágban küzdöttek az elsőségért.